Áldás békesség! Isten szent lelke áldja meg a mi igére figyelésünket. Az igét Máté evangéliumából olvasom, a 21. részből, a 18 tól a 22 terjedő versekből. Amikor korán reggel Jézus a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta gyümölcs, soha többé. És hirtelen elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték, hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen? Jézus így válaszolt nekik, bizony, mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel, és vezd magad a tengerbe, az meg is lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Jézusnak ez az egyetlen csodája, ami úgymond negatív csoda, egy megátkozott fügefa, amely ott nyomban elszárad. Először lehet, hogy nem tudjuk hova tenni Jézusnak ezt a negatív kifakadását, hiszen Jézushoz szeretünk csak pozitív, bátorító, vigasztaló szavakat és tetteket kapcsolni, mint ahogy általában Istenről is így gondolkodunk. Márpedig itt ami Urunk ítéletével találkozunk, valamire nemet mond. Isten igazságához az ő ítélete is hozzá tartozik, ezt nehezen engedjük közel magunkhoz. Mindez a templom megtisztítását követő reggelen történik, amikor az előző napon Jézus megtisztítja a templomot az áldozati kultusz kellékeit árusítóktól és a pénzváltóktól, akik üzletet csináltak a templomi istentiszteletből, az imádság házát rablók barlangjává tették. Jézus ezzel a negatív csodával a zöldellő, de terméketlen fügefa megátkozásával tulajdonképpen visszautal a szép, látványos templomi kultuszra, ahol nagy üzemben megy az áldozat, hangzanak a zsoltárok, zeng az énekkar és a zenekar, de ez az egész rettentően üres és terméketlen, meddő. Mint ahogy ott áll a zöldelő fügefa, és nincs rajta termés. Jézusnak az üres fügefa miatti kifakadását onnantól értem jobban, amióta nekünk is van fügefánk az udvarunkon. Szinte folyamatosan van rajta valamilyen füge, akár csak egy fügekezdemény, vagy egy érésben lévő, vagy akár egy túlérett, vagy egy elszáradt példány. Hát még azon az éghajlaton, ahol Jézus élt, minden bizonyal olyan, hogy füge nélküli fügefa nem létezett, nem létezik. Valamit tehát a fügefa mindig mutat a gyümölcséből. A fügefa ráadásul Isten népének egyik kedvelt szimbóluma volt, a terméketlen fügefa Isten népe terméketlenségéről is üzen. Ugyanígy nekünk is. Isten mai népének a terméketlenségéről, a kereszténység meddőségéről is. Jézus a szép, de üres Krisztus követésre nemet mond. A gyümölcs mindig a fa túláradása, túlcsordulása. Ha nem csordul túl kereszténynek nevezett életünkön a szeretet, a Krisztusi lelkület, azt Jézus elutasítja. A szép, de üres egyházra, gyülekezetre, Isten tiszteletre, hitre, imádságra nemet mond Jézus. Ha nincs gyümölcs a kegyességünknek, mit sem ér. Jézus azt megítéli. Ezért is beszél a csodálkozó tanítványoknak a hit és az imádság erejéről, a feltétlen hitről, a hegyeket megmozgató hitről, a minden kítelkedést kizáró Isten iránti bizalomról. Íhes a világ a gyümölcsre, vajon én mit tudok adni? mint Jézus tanítvány, hogyan élek, mit teszek hitből, meglátszik-e rajtam a gyümölcs, vagy csak szép a kegyességem, a templomozásom, az imádságom? Mit tudunk adni az éhes világnak, az éhes embernek? Ne feledjük, Jézus a gyümölcsöt keresi. Amen.